Az oroszlán és a bika kapcsolata jónak ígérkezik. A bikát lenyűgözi az oroszlán ragyogó személyisége, és beleszeret, és külsőleg is összeillenek, és a hálószobában is, és mindkettőjüknek fontosak a földi örömök. Aztán az oroszlán megpróbálja leuralni a bikát. A türelmes bikánál akkor gurul el a gyógyszer, amikor az oroszlán már nagyon pofátlanul igyekszik előtérbe kerülni, és ezzel elnyomja őt. Ha az oroszlán a férfi, kényes a párválasztásban. Legyen nagyon szép a nő, de emellett legyen okos is, és jól nevelt is, jó modorú, és ha lehet, még szerény is. És egyébként az oroszlán férfi mágnesként vonzza a nőket, de emellett hűséges, a pasik meg iridlik. És a bika nő nagyon szép és ápolt, ő maga és a környezete is. És az oroszlán jól is teszi, ha hűséges marad hozzá, mert a bika, ha megcsalják, veszélyessé válik. Ha a pasi a bika, akkor testileg és lelkileg is nagyon erős és jó szerető, és rengeteg fiatalkori viharos kaland után, amikor feleséget keres, akkor ő is szuperigényes. A bika pasi nem fog csalódást okozni, a legnagyobb defektje az, hogy féltékeny, de ez birtokló természetéből fakad. Ha csaj az oroszlán, akkor általában ő a társaság középpontja, és nagy egója ellenére szereti az embereket, empatikus és megértő. Ám nagyon fontos neki, hogy felnézenek rá, és a bika, hogyha beleszeret, ebből nem is csinál titkot. Gyorsan behódol neki, csodálja határozottságát, tekintélyét, ez pedig hízeleg az oroszlánnak. Konfliktusra adhatok ott az, hogy az oroszlán jobban szeret költekezni, és több szórakozásra, több társaságra is van szüksége, mint a bikának. És ez is előfordulhat, hogy a bika magányosabb egy ilyen kapcsolatban, mint hogyha egyedül élne. Ám konfliktus ide vagy oda, végül az oroszlán mindig kibékíti a bikát. És az oroszlánt nem szerencsés hitegetni, de a bika nem is fogja. Oroszlánunk igyekszik minden percet kihasználni az eredményesség érdekében, ám hogyha valamilyen oknál fogva ez mégse sikerül, akkor borzasztóan el tud kenődni. A bika mellett erre nem is nagyon kerül sor. Mindketten hűségesek és a szinte társfüggőnek mondható bika csaj mellett az oroszlán kedvére uralkodhat, amivel kihozza a nőből is a legjobbat. Az oroszlán derűje nem csak a saját, hanem a környezete életét is beragyogja, és a bika erre a szeretetre és boldogságra, nyugalomra vágyik, és nagyon hálás is érte, és minden létező módon igyekszik is meghálálni.